Önkéntes fiatalok szedik a szemetet Beregszászon a Vérkepatak árterében. A KMKS ifjúsági szervezetének kezdeményezéséhez mintegy 30 település csatlakozott. Az ifjúsági szervezet 3 év alakult újjá, és nagyon fontosnak tartjuk olyan rendezvényeknek a támogatását, ami a kárpátaljai magyar közösség javát szolgálhatja. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen környezetszépítő mozgalom az teljes egészében nemzetiségtől függetlenül érdeke mindenkinek, ezért első perctől a kezdeményezés mellett állunk, és igyekszünk maximálisan kivenni részünket a szervezésből. Gyakran óriási mennyiségű hulladék érkezik a Tiszán Magyarországra, így történt ez az idei jeges árhullám levonulásakor is. Ukrajnában ugyanis a hulladék kezelése még mindig nagy problémát okoz. A beslések szerint csak Kárpátalján mintegy 3 millió tonna szemét van szétszórva, ebből évente mindössze 200 ezret tudnak összegyűjteni a hatóságok. A térségben egyetlen hulladékfeldolgozó üzem sincs, tájékoztatott Kárpátalja kormányzó helyettese. Ugye tudják, hogy a gazdasági helyzet miatt sajnos az államnak nincs arra pénze, hogy megépítse ezeket a feldolgozó üzemeket. Ezért szeretnénk külföldi európai vállalkozókat bevonni, de sajnos a gazdasági helyzet miatt talán kevésbé aktívak most, és ezért próbálunk európai uniós pénzeket is felhasználni, pályázni a beruházásokra. A KMKS ifjúsági szervezetének hulladékgyűjtési akciója Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati kommunikációjáért felelős kormánybiztosság közös szervezésében valósul meg. Grezsa István kormánybiztos szerint a kezdeményezés hosszú távú célja a szemléletváltás, mivel a környezettudatosság nagyon nagy hiányosság itt Kárpátalján. A Tiszta Kárpátaljáért mozgalom, legalábbis reméljük, hogy mozgalom már terebélyesedik, az nem csak abból áll, hogy szemetet szedünk Kárpátalja számtalan pontján, nagy a társadalmi érdeklődés, sokfelől jöttek csoportok, önkéntes csoportok, hanem egy másik fontos rész egy olyan gondnoki szolgálat, amely egész évben karban tartja azokat a magyar turisztikai emlékhelyeket, amelyek ugyanolyan szemetesek voltak, mint sok más egyéb helye a területnek. És ez a gondnoki csapat több nyelvi információs táblákkal is ellátja ezeket a turisztikai célpontokat. A kezdeményezés nyitó rendezvényén jelen volt a keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár is, aki kérdésünkre elmondta, a magyar kormány minden eszközzel igyekszik segíteni a Kárpátalján élő magyarságot. Mindent megtesz a magyar kormány, különösen a külgazdaság és külügyminisztérium azért, hogy 150 ezer magyarnak jobb sorsa legyen Kárpátalján. Nem csak nyelvtörvényről, nem csak oktatási törvényről beszélek, én messzebbről kezdeném. Vannak gazdaságfejlesztési programok, vannak olyan programok, amelyek gyermekeket üdültetnek, most már a harmadik 700 fős csapat szervezését folytatjuk. Az önkéntesek csak az első két napon mintegy 5 tonna szemetet gyűjtöttek össze Kárpátalján.